Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és ez itt a Csábításból jeles élet a gimiben. Ami most ugye nagy, mondhatjuk azt, hogy vihart kavart, minden ilyen egyéb dolog, az, hogy lejjebb van a kamera, mint ahogy szoktam, igen, mindegy, hogy ugye bejön az új rész, ugye, hogy 4 éve eltelik, és akkor most már lehet menni az egyetemre, tehát, hogy a kampuszra. Hát, nos, ugye ez a rész, illetve a kampuszon. Nagyon-nagyon sokan mondtátok, hogy, és láttam is, hogy elégedetlenek az AP rendszerrel, és meg ilyenek. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor nézzük meg, hogy tényleg milyen, és nagyon őszinte válaszokat fogtok kapni, tehát hogyha... valaki, tehát nekem először igazából tehát a módosítások, ugye, azt tetszenek. Tehát volt felháborodás, hogy a srácok nem mindenki, tehát ugye nem mindenki lesz benne, hogy a srácok némelyik el fog tűnni. Ez a való életben is igazából így van, járunk egy bizonyos sráccal, x idő eltelik, eltűnik az életünkből, mert szakítunk, stb. Stb. De néha, hogy lehet, hogy amíg az exek azok felbukkannak, előfordul, kicsi a világ. Tehát igazából az a része igazából annyira nem zavart engem. És bocs, az arcomért munkába jöttem, és kicsit fáradt vagyok. Na de, ez engem is érdekel ez a téma, úgyhogy ezért is mondok egy-két dolgot. Szóval, igen. Az egyetemi dolog, tehát látszik, hogy a karakterünk felnő, 4 év eltelik konkrétan. Hát is megnő minden fajta téren, tehát lesznek itt bubszok ezerrel, de legalább arra nem kell költeni, ha már ugye a játék az szerinte. Lehetséges, hogy a játék már arra spekulál, hogy hát volt egy melműtétünk, sose lehet tudni, és hát hogy ezzel kell megfizetnünk, hogy nem lehet több ezer apénk, és inkább vegyünk, mint hogy ezért, hát a és egy karakterünknek veszük konkrétan mellett, amit már előre diákhitelben megcsináltatott. Lehet előfordulhat, hogy lehet, hogy ilyen problémáink lesznek. Viszont, akkor nézzük meg. Egyébként, hogyha rá elkezdem a kalandot, elméletileg a fórum szerint. A fórum szerint mind a kettőt lehet párhuzamosan játszani. Tehát nem probléma, hogyha én ezt is és azt is lehet váltogatni. Összegyűjtöttem 815 AP-t. Elméletileg nem lesz elég. Na már most, ha nem lesz elég, akkor ideges leszek. De azt ugye majd látni fogjátok. Azt mondja, hogy azért olvassunk bele, ma van az új évad elindulása, hogy már rögtön kettő epizódot érhetsz el. Elméletben és gyakorlatban olvastam, hogy a kettő epizódnak a lejátszásához szükséges 3000 AP. Az úgy érzem a szívemben és a lelkemben a fájdalmat. Tehát, hogy én annyi AP-t veszek, amint csak akarok. Na jó, nem amint csak akarok, mert azért nézzük meg mindenféleképpen, nézzük meg, hogy a 3000 AP-hoz mennyi pénz, igazi pénzre lesz szükség. Tehát elméletben és gyakorlatban 1000 AP-nál több, itt van, minimális maximum 1000. Annyit halmozhatunk föl. Tehát annál többet nem. És ahhoz, hogy befejezd az epizódot, 3000 kell. Ami azt jelenti, hogy nem válogathatsz úgy nagyjából, tehát, hogy itt 1800-at kapsz, 1005 meg jó. Tehát ez a legkisebb idézőjelesen, akkor is 12 000 forintot kell fizetned, hogy befejezd. Az azért mocskos durva. Hínje. Hát tudnék venni belőle a bőven. De nem erre fogom kötni a fizetésem. Tehát, hogy... Hű! Ez azért szívem vágott. Tehát, hogy... Hát
havi szinten nem is akarnék ennyit költeni. Tehát de valószínűleg akkor az lesz, hogy kénytelen leszek, ha szeretnétek ilyen videókat látni tőlem. De ez azért kemény. Nagyon kemény. Hú. Hát jó. Hű. Az azért... Jó, mindegy, nézzük meg. Nézzük meg. Üdvözlünk a kampuszon. Az élet a kampuszon verzió 4 év telt el, amióta befejezted a gimit. Fogjuk rá, még ugye nem fejeztük be. Lébe az Antelosz Akadémiára, és ismerkedj meg a többi diákkal. A diplomád megszerzése és a munkád mellett nagyon elfoglalt leszel. Szóval dolgozok és diplomát akarok szerezni. Jó, oké. Okay. Olyan sikerül, megmenteni a kiszemeltedet. Klikkelj a buszra a városban, hogy az egyetemről a gimire lépes. Wow! Király! Hát, mint mondtam, van itt rendesen. Hát ez azért... Megtáltosodtál, anyukám. Mi van, te kis két pupu teve? Jó van, fiam. Jó lesz ez a barna haj. Tehát nekem ez így... Perfekt, most is nagyjából ilyen hasonló színű a töve. Meg az olyan más, de mindegy. Nézzük a szemeket. Egy van. Jó, hát akkor jó. Szemszíne. Hát az nekem barna. De maradjunk a szokásos. Nem, ugye nem változott azért. Úgymond idézesen. De most miért nem? Miért van több szem? Tehát, hogy nincsen több szem. Jó, mindegy. Szemöldök. Egy szemöldök van. Jó. Száj. Hát, nem akarok ilyen sötét, gótos izé lenni, úgyhogy marad ilyen. Ah, egész csini-vini, jó, maradjon. Nincs semmilyen elem ebben a kategóriában. Ja, jó. Én kérek elnézést. Hát, mondjuk azt, hogy bebarnultam. Ha már melleket tudtam csináltatni, akkor egy kis szoli nem probléma. Jó, mindegy, maradjon így, mehetünk tovább. Nem mondom, most mi van? Most igen. És akkor? Ja jó, bocsánat. Én kérek elnézést. Na, és most elméletileg ezekből, hát most a... ezekről a sorokra kell fizetni a pét. Végül is mondod, nagyon szép. Tehát, hogy amit látok most kép, most ti is látok kép, ez zseniális. Jó. Oké. Okay. Soha nem gondoltam volna, hogy visszajök ebbe a városba. Hát én se. Na. Ja, hogy tölt. Ja, jó. Vagy internet problémám van, vagy valami, igen. Apot áthelyezték úgy, hogy kénytelenek voltunk elköltözni. Azt hittem, hogy gimután örökre itthagyom ezt a várost. Nem, még nem fizetek semmit. Még nem mennek az alpék le. Jó. Az összes lehetséges művészettörténeti szak közül muszáj volt pont az használni, ami ide hoz vissza. Azt mondja, a véletlen sokszor megbetegséget tartogatni. Jó van, hát úristen, most nagyon sokan lehetnek fönt, hogy ennyire lassú. Ó, és mozognak a karakterek. Igen, ez remek. Ő is, meg neki is kifizettük szerintem a melműtétet, habár neki az előzőekben is nagy volt, de most szembe tűnik az arcomba jön. Egész az arcomba virít. Szia, drágám, Isten hozott az Antérosz. Antérosz Akadémián. Mit csinálsz, te itt rég találkoztunk? Ez nagyon király, nagyon jó, hogy mozog. Tetszik, iszletosan jó. Mindegy. Menjünk tovább. Igen, rég volt, hiányoztál, és nem hagyhattam az utolsó éved egyedül kezd. Remélem, hogy jó sok pénzt adsz, vagy valamit AP-t adjál, mert kevés a csóró vagyok. Megismerkedtél a várossal? Hát még nem, csak most érkeztem, most játszok össze a csatorjelessel.
Jól ismerek mindent, az hittem az gimnáziumban, hogy voltam, már el is felejtette, játszottam az első évadával. Így van. Tölt. Hol hagytam az eszem? Meglátod, a város sokat változott. Jó. Nekem bejön, még eddig. Aztán is volt, emlékszel a régi diákokra? Ó, igen, csoda élményben volt itt részem. Egyhamar nem fogom elfelejteni őket. Hát egy csodálatos is ilyen internettel. Azt elhiszem, egy barátod is volt a Sweet Amrisben, ugye? Igen. Igen, Lisanderrel jártam. Hát igen. Nem tartottuk a kapcsolatot? Nem szakítottunk. Különböző városban voltunk, és más utakon jártunk. Hát szomorú. Értem, biztos hamar találsz majd új barátokat. Biztos, addig várom, hogy kövérjem az iskolát. Hát jó, csapassuk neki. Emlékszem, a játék alapszavait, azt rendben? Azt megköszönném. Hát, már elolvastam, de azért legyen. Egyébként szép, tehát maga a karakter is szép, tehát, hogy nagyon. Nekem nagyon bejön. Szerintem. Lehet, hogy túl hangos leszek, vagy vagyok, vagy kicsit lejjebb veszem a rögzítő eszközöket. Az igen. Igen, most talán jobb. Na. Jól van, kezdjük az akciópontokkal. Ezzel haladhatsz a játékban, a párbeszédekre kattintva. Természetesen csak a következő résztől fizetsz majd érte. Ó, remek! A képernyő felső sarkában... Melyik? Gondolom jobb. Találod az akciópontjaidat. Igen, a párbeszédek mintása egyre kevesebb lesz. Hát ez tök jó. Fantasztikus lesz. Minden nap kapsz 20 akciópontod a bejelentkezéskor. Ha elfogytok, akkor várnod kell egy napot. Vagy elmehetsz a bankba, ha nyilván. Nyilván. Mindent értesz, persze? Szóval. Nagyon jó, még amit pontosítanom kell, a helyszínekre kattintva is mozoghatsz a játékon belül. Ezek a helyváltoztatások nem kerülnek akciópontokba, de csak ezek segítségével érted el a következő párbeszédeket, érted? Értem. Hogy ne érteném, muter? Nem bírom levenni a szemet a melleiről. Bocsánat. Nem, egyszerűen... Hát kiugrik a szemem? Vagy... Nem tudom. És nekünk is akkor, még jó, hogy nagyanyánkra ütöttünk, mármint ugye a tündér keresztanyánkra. Lehet, nem is csináltattuk. De mindegy, nézzük meg, vagy csak jó sok szalonnát ettünk. Nézzük csak meg közelebbről. Folytassuk ezt a beszélgetést a művészeti tanszék épületében. Gyere utána, művészeti tanszék. Ó, király, király. Na. Művészeti épület. És ezért már nem kell akciópontot fizetni. Itt is vagyunk, látod, de nem is olyan bonyolult. Tényleg nem az. Hát, nyilván. Hemzsög az ifjú Apollónoktól. Ha ezzel a feladatlan nem találsz magadnak valakit ebben az évben, keresztanya, nyugodjál le! Ha már a szemről beszélni, látod ezt a mércét a jobb oldalon? Igen. Tudod mi az? Igen. Nagyszerű. Hamarabb visszatérhetek a dolgaimhoz, ahogy gondoltam. Bocsa, UPC nem szereti ezt a... Most ezeket a dolgokat. Baj, mert tettem, pénzed is van. A dollár. Hát igen, az elég csóró vagyok, de jó lesz. Mehetek már? Gyerünk. Adj pénzt, menjünk. Mondd csak nyugodtan, hogy zavarok. És milyen boldog, hogy zavar. De hogy is csak nagyon szeretnék mindenkivel találkozni és bejárni az egyetemet. Na, csapast. Ne feledd el, hogy 5 dollárt kapsz minden nap, amikor bejelentkezel. Ha többre van szükség, átosd a bankba, nyilván.
Oké, azt is hozzáteszem, hogy minden epizód végén találkozhatsz azzal a karakterrel, akivel a legjobban egyeztél. Ennek függvényében az epizódoknak mindig különböző vége lesz. Ez a te választásodon múlik. Oppá, kis cipő! Jó. Jó. Úristen, de hosszú. Ha eljutsz egy rendezvúig, az nem jelenti azt, hogy mindent megnyertél. Ki kell válaszolnod azokat a ruhákat és azokat a válaszokat, amik tetszhetnek az adott karakternek. Ha ezeket a lépéseket is jól teljesítetted, akkor a rendezvút dat is siker koronázza majd. Még mindig tudták követni, persze. Na ne. Már így csúnya dolgozott, az ne lögy böld a szemembe a melléidet. Egy sikeres rendezvú után egy képet kapsz, ami egy közösen átélt, emlékezetes pillanatot örökít meg. Ahhoz, hogy ezt megkap, jól át kell gondolni a válaszod. Jó! Tetszik, hogy mozog egyébként. Azt hiszem, mindent elmondtam. Tudod, hogy mire szolgál a visszajátszás? Igen. Azt hiszem, alulértékelek. Igen. De a végre a karakterünk az jól néz ki. Tehát, na mindegy. Nagyszerű, mielőtt elmennél, a segítségedre van szüksége. Kalkodott, mik útközben. Sőtél megkeresni? Keressük meg a karkötőt. Látod? Egy tárgy jelent meg az oldaladon. Megszerzed, hogy hova kell menned. Ó, király! A zöld mércé mutatja, hogy a könyv szerint, hogy rákezdve megtudod, mit csinál a mai napon, és mit kell teljesítened. Oks! De várj, hogy tárolja meg a karkötődet? Ha elég, ha sétálsz egyet a közelben, a dekorációk között keresd. Csak azt mondja, hogy leültem az udvaron egy padra, hogy elvézzem és élvezem a napsütést. Oké. Szóval az udvaron lesz. Oks! Okcs! Menjünk. Jól néz ki! Szép! Ott a karkötő. Így csillog. Azt hiszem ez lesz az. Jó. Menj vissza a tündér keresztanyához. Hát azt gondolom visszamenjünk az épületbe. Egyszer. Megtaláltad? Igen, tessék, és mindjárt meg, hogy neked adom. Neked adom ajándékba, gondoltam. Oké. Okay. Minden készítés ruhát adom, a szekrénybe kerül. Oké, okay, hol van a szekrény? Jó, oké, okay, oké, okay, tudom, hol a szekrény. Nyugi, nyugi, nyugi. Moshatod a sor, drágám. Ha bizonytalan vagy, amiben nagy segítség vagy szükség, kattints a segítség gombra, a gyakran ismételt kérdések tájt... Jó. Bocsánat. Ne feledd, hogy a legfontosabb, hogy jól szórakozz. Hát én nagyon jól szórakozok. Ó, drágám, az utolsó évedet kezdődött, azt tudom, hogy iszatani a könnyeimet. Akkor sírj már, vagy valami! Mindegy, akkor ne sírj. És mozog a szája, nagyon király! Persze, persze, tessék, apróság, hogy könnyűben látom ez... Szá! Kaptam 100 akciópontot, nem! Cuki! Köszi! De közben próbálj meg akkor öltözni, kérlek. Ne aggódj, az emberek csak azért bámulnak, mert annyira édes vagy. Hát, nem biztos benne. Értem. Csú! Epizód vége. Vó. Hát jó. Akkor... Ez a nulladik. Ilyen bevezető. Úgyhogy... kapcsoljunk rá. Elkezdem a következő epizódot. Azt mondja, a megbeszélés. Azt mondja, Rosália megígért, hogy aludhatsz nála azért az érkezésed napján. Idegesen várod, hogy újra láthasd a 4 éve nem látott egykori legjobb barátnődet. Készen állsz a beiratkozásra? Fejezd be a regisztrációt és vedd fel a szobát kulcsát. Fedezd fel a kollégium szobákat és ismerkedj meg az új lakótársaddal. Lesz lakótársam. Sem gondoltam, hogy egyszer még visszahoz ebbe a városba. Na most levesz akciópontot? Igen. Egy mondat, 2 akciópont. És így. Kétlen voltam szüleimmel menni, amikor a aput áthelyezték az itt viszonylag gimi után, és megint 2 akciópont? Beszarok! Jó.
De ez a csaj egyfajta magába beszél. Az összes lecsés műszertől a szakközi muszájban. De ezt már az előbb hallottuk. Na mindegy, mindegy. Von csak le az akciót. Mindegy. A véletlen néha sok meglepetést hoz. Király. Az utolsó SMS-ben Rozsával egykori legjobb barátnőmmel műszaki tanszék előtt beszéltünk, megtalálkát. Biztos nem néz megtalálni, hogy hol van. Remélem, hogy megismerem majd. Hát rövid haja van, ezt tudom, ezt már lecsekkoltam. Lehet, hogy teljesen más lesz a viszony, mint régen. Hát remélem, csak eltett 4 év, mint... És ez nagyon durva, hogy ennyit levesz, ez besztolyás. Tehát 10 darab ilyen izé, akkor 20-at fizetsz. És várnod kell 10 napot, hogy így, tehát, na mindegy. Oké. Nincs értem ezen izgulna, mégiscsak az előre van szó, nagyon jól kijöttünk már. Akkor is most ez sem lesz másként. Oké. Oké. Az elején még, úristen, váltottunk pár esemes, de későn ez abban maradt. Mindkettőnknek nagyon lefoglott az egyetem, az új barátok és az SMS-ek lassan elmaradtak. Egyébként nagyon sok, tehát hogyha most azt nézem, hogy ezt az epizódot megcsinálom nektek, és van még egy epizód, azt már biztosan nem fogom tudni befejezni, lehet, hogy ez se. Ez az egyik. Kettő, még az másikon az 37. epizódnál vagyok, tehát 40. epizódig van. És ha, ugye, mert ott is átmentetek ilyen AP-rendszerre, szerintem, tehát ilyen nagyon darabokba fogjátok megkapni, tehát, hogy így, tehát ezt is csináljam, meg a másikat, jó, ez darabig, hogy ez ki fog futni, tehát, hogy nem olyan gyorsan jönnek majd ezek meg azok, de nagyon durva lesz mindenhova. Na mindegy. Mindegy. Pár hónap múlva már szintén is beszéltünk. Mert tudnéd, hogy elfelejtettem aztán egy SMS-re, és ő is végül elfelejtkezt, és... van ez így, igen. És amúgy izgulok, hogy Garcsa gyomlom, gyerünk már, térj magadhoz, Anita! Térj magadhoz, Anita! De jó, Anitának hívd, de cuki! Anita, nem hiszek, hogy gyönyörű, szerelemnek gyönyörű vagy. Köszi! De sem nézel ki rosszul, ez a hossz nagyon dögös. Egy másodperc. Egy másodperc. Hát ez így fura. Ja, hogy van rajta... ja... Értem. Így. Elmentettem. Lefrissítem. Egy másodperc. Milyen gyors? Hát csodálatos. Miharu, köszönöm. Miért nem hiszek, hogy a szememnek gyönyörű vagy? Köszönöm. Úristen, mindenkinek képizettem ezt a műtétet? Látom, itt már mennek az akciópontok, mint állat. Köszi, már jó volt, hogy itt hordom. Következő, az lenne, nem kell a akciópontba, vagy de. Nem is beszélt. Nagyon örülök, hogy megkerestem, amikor visszajöttél. Jól volt tudni, hogy viszont látjuk majd egymást. Nagyon sokat kell behoznunk, a többiek is örülni fognak neked. Már rég nem hallottam a többiekről sem. Tudod, még a kapcsolat a régi Sweet Amorous gimisekkel? Az a szép, hosszú haja. Sokan elköltöztek, de maradtak egy páran itt is. Biztosan találkozom majd jó néhányukkal. Hát kire kérdezzünk rá? Lisanderre? Vagy Castierre? Nathanielre? A srácokra, vagy Kentinre. No, hát. Na, majd zaklatnak. Nem fontos. Kérdezz be akkor Lisander, végülis vele jártunk. Mi van Lisanderrel? Lisander elég jól van. Örülök. Átvett a gazdaságot a szülei halála után. Ó.
Elfette a gazdaságot a szülő halála után, meglepő fordulat, szegény. Ez most lesokkolt. Nekem se igaz, élnek igazából, tehát át tudom érezni. Mármint egy nem létező karakterét is át tudom érezni, de mindegy. Tudom, hogy apukája meghalt, amikor az utolsó éves volt a gimiben, de mit tett az anyukájával? Szegénykém. Másfél évvel később. Oh. Hát ilyen, idősek voltak. Igen, szomorú, de Lysander nem omlott össze. Ó, oh. Én se. Annyira. Az nem hasonlít arra, hogy az embereket én ismertem, írtózott a vidék élettől, lehet, hogy mégis ott találta meg a hivatását. Csak hogy vonjad az akciópontot, olyan jó. Nem volt rám mód, hogy egy lakásba vagy a kampuszra költözhessek, és abban sem vagyok biztos, hogy 17 évesen képes lettem egyedül ellátni magam. Nagyon nehéz volt az Andrea elválnunk egymástól, egy éven belül háromszor sikerült találkoznunk. Anyuék nem tudták fizetni a vonatjegyeket, hétvégente és én sem. Eva, a távolság győzött. Közös megegyezéssel szakítottunk. Közös megegyezéssel zavít a bukóáig. Közös megegyezéssel elmegyek. Bocsánat, elkalandoztam. Jól vagy? Persze, csak így vonogasd az akciót. Ezzel fogok játszani addig. Így fogom szurkálni a kis... Na, hogy minden rendben van vele. Ez az egész már a múlt. Kihitte volna róla, hogy de valami nagyon boldog, hogy tovább vihette a farmot, ami mindig is a szívügye volt. Ennek örülök, és ennek örülök, neked ez fantasztikus két akciópont. Ez nem minden, de gyere be, körbezetlek, beiratkoztál már? Nem! Még nem, de be kell jelentkeznem előbb. Köszi, ez egy kicsit folyamatosan hangzik, ha így mondod. Teljesen tök jó, hogy mozognak egy kicsit. Életszerűbb. Ne nosztalgiázzál itt nekem. Hát olyan mennyire rossz, ha csak arra gondolok, hogy valahogy töltetem az utolsó iskola évet, már boldog vagyok. Hát, király. Egy kicsit ugyan félénken, de megöleltük egymást. És mi van a csávóját, míg a Rosália, még a Lechle. Jaj, rossz helyre mentem. Istenem, ne, rossz helyre mentem. És ez is két akciópont. Amint, hogy nem a kattintás, hanem az a izé. Gyomorgörcs elkerülhetetlen. Hát ez fantasztikus. Nekem is már gyomorgörcs van, hogy így vonulnak az akciópontnak, hogy mindjárt infarktus kapok. Ez nem lehet igaz. Vannak, akik nagyon otthon érzik magukat. Ki kiabál ennyire? Na ki kiabál ennyire? Na. Mennyi ember? Mi van itt? Hát mi van itt? Mi ez? Jaj, nem áll! Ilyen kis izékre és ilyen egy szavakra. Pont amit a leginket adottam, hogy még az utolsó évesek között is akad olyan, aki a cirkuszban érzi magát. Mi? Megkukultál, vagy rossz helyre jöttél? Mi van? A művészetetlen tanszéken vagy, nem a paraszt akadémián, amit megszoktál. Mert nem mond senki semmit. Vannak itt még... Még nevetgélnek is. Hát csak miért úgy, gyere, menjünk tovább, idióták mindenhol vannak, ez itt sincs másképp. Nem, bár reméltem, hogy nem ilyen szituációkat asszisztálnom egy egyetemen. Az önök mint tele húzzák le az iskola hírnevét, de best... Hát akkor itt a billentyűzetem. A második. Ezt fel fogom tudni a csajorrába. A harmadik. Belépek egyetemre, és csak oda jön hozzám, csak úgy random valaki. Szerintem pofán vágom, aztán már nem kell abban is suliba járnom. Mindegy. Keresünk másikat, aztán kell ide járni. Na, mindegy.
Az olyanok, mint te húzzák, legalább nem maradnak itt sokáig, legalább is remélem. Vigyázz, mert értek a fekete mágiához, az majd lenyeleti veled ezt a vipera nyelvedet. Nézd már, még beszél is. Ja, vagy nem hozzám beszél. Azt hittem. Még ez lesz. Mi nem nőttük ki ezt a gyerekes viselkedést? Ah, egy kis okos. Legalább tudom, hogy oda tud mondani, ahol ha akar. Aha. Hát ezt fogod hallgatni. Legközebb tartsd magadban a véleményed. Miért nem tudja magát egyedül megvédeni? Ez kérdés volt, bocsánat. Szóval, a probléma nem az önvédelemmel van, hanem azzal, hogy egyesek nem tudják megállni, hogy ne támadjanak. Tudd állj magadnak hatékonyabb elfoglaltságot, hogy jól tudom, már elmúlt el 15. Nincs rá vesztegetni való időm. Vigyázzatok, mert ez izé, sittes gádzsi. Vigyázz. Akkor mit keresel még mindig itt? Úgy tudom, hogy a folyosó nem a tiéd. Hidd el, hogy még találkozunk. Hála Istennek. A kis miharú jó sokat változott. Köszi. Már nem vagyunk gimisek, ennek a fajta viselkedésnek már nincs helye itt. Köszönöm szívesen elküldtem volna, de nem csináltam volna nálad jobban. Bocsi, kicsit kikeltem magamból, az ilyesmi mindig felháborít. Végre valami értelmes felnőtted, mondja meg a cuccos, de egyébként már 200 alapján majdnem elment, de oké. Már lepeleg rólam az ilyesmi, de néha jól esik megmondani magamait. Bevallom, én hogy jobban érzem magam. Én is. Én fantasztikusan érzem magam. Csani vagyok, örülök, hogy megismerhetlek. Csá, én Miharu vagyok, hadd mutassam be Rozát. Rosália. Ez a másik oldalt. Rosália. Örültem a szerencsének, imádom a ruhádat. Én pszichón vagyok, Miharu pedig most jöttem árazsa vissza. Modern művészen történet szakra. Pszichón. Miharu, ugyanazon a szakon vagyunk. Ah, király! Épp beiratkozni készültem, a központi előadóba tették át, menjetek csak, én igyekszem elkerülni az ilyen szűk látókörű egyéneket. Sok sikert. Aztán már hozzám beszél először, mert puh. Köszi, azt hiszem nem lesz valami egyszerű feladat ebben az évben. Csani integetve odébb állt. Én is integetek. Jó fejnél tudok, igen, azt hiszem jól kívülünk majd. Király. Oké. Okay. Mi az aulába is iratkozz be. Aula. Akkor jó helyre jöttem, jó van. Mindenki megkapja a szoba a kulcsát, ne aggódjanak. Jó, sokan vannak. Valóban. És ebben a valóban ért két akciópontot kellett fizetnem? Oké. Okay. Szóval lehangoskodjanak már, a saját gondolatomat is alig hallom. Csodaszép olasz, vakáció, pizza, napsütés távol az egyetemtől, a hangos diákoktól. Suttogva a Rozához fordultam. Ne suttog. Neked van kollégiumi szobád? Nincs, Leik és én együtt élünk. Na hát akkor együtt vannak, oké. Okay. Komolyan nem is tudtam, hogy ez zseniális. Akkor én biztos egy vadidegennel leszek egy szavan, ha te nem vagy itt. Király. Valószínűleg, de legalább megismersz többen. Mert én alig bánom, hogy az oda izécsajjal legyek. A sítes gádzsival. Na mindegy. Jó napot, hogy mit tehetek önökért. Beszeretnék iratkoznom a modern műszerzeti időadásra. Szeretném felvenni a körébe szabályi kulcsait. Ezt is, meg azt is. Oké, értem. Az új tanáruk ma, tartja majd a Mr. Zaidi? Oké. Ebben el kell feliratkoznom? Hát gondolom. Igen, de nem tudom, hogy hol van pontosan. Az épület egyik termében megtalálják, vagy az étkezdében. Én legalább bejárkod majd az iskolát. Így ismerhető majd a legjobban a helyszín. Kösz. A kollégium szobám kocsit önnél kell átvennem? Igen, az előbb mondta. Miharu vagyok. Ilyen nem is lehet önt elfelejteni. Nem van mi kedves alak. 719-es. És igen, meg kell ossza a szobáját, és nem, nincs egy ágyas szobánk. És nem tudom, ki az. Igen, tudom, hogy ez kellemetlen, de nem tudom megválaszolni a helyzetet. De hát tudom, én nem is mondtam semmit. Erőrelátó voltam, higgyel, van bent tapasztalatom. Ó, oh, oké. Okay. A következő. Oké. Okay. Remélem, hogy jó valami izét, ami pszichológiát, valami. Menj az aulába. Oké. Okay. Megyek. Vagy nem tudom hova. Azt hittem volna, hogy ilyen sok időt elvesz majd. Azt sem gondoltam, hogy
Még el sem kezdtük az évet, és már is fáradt vagyok. Igen. Én nagyon attól vagyok fáradt, hogy mennek le az akciópontok. Elég durván. Oké. Mennem kell, megígértem nektek, hogy segítek neked nap végén. Az előbb még azt mondtad, hogy többet nem hagysz el, gyorsan meggondoltad magad. Igen. Lelkiégfulladást okozol, pedig nem tudom, ki volt az, aki úgy döntött, hogy elköltözik és nem jelentkezik 4 évig. De visszajöttem. Ez igaz, mi lenne, ha ma este megünnepelnénk a visszajöveteledet a kampusz bárjában? Benne vagy? Ó, van bár. Hú, hát egész nap piálni fogok. Fogom beülni a művészet órára. És kollégadás előtt nem szeretném, hogy izletosi fejfájással kezdjem az előadást. Igen. Tudtam. Oké. Okay. Az úgy tett, mint amíg is hallottam volna, amit mondtam. El is ment. Csá. Csá. Ölem. Oké. Okay. Még mindig jól ismerlek. Akkor este találkozunk. Igen, este Tali. Hé, hey, várj, hol van az a bar? Ez olyan nagyon gyors, mint a villám. Hát az akciópont is olyan gyorsan megy, mint a villám. Ugye ezt egyedül kell megtalálnom. Most meg vagy egy... Most... vagy megkes az új modell műszertől, nem tanárom. Vagy a szalamba is fölmehetek. Oh, csak én döntök. Időm, mint a tenger. Csak a... kettes terem. Bemegyünk oda. Körbe rajonganak. Csak azért megyek, hogy megnézem, mi ez. Oh, hello! Aki szeretnének feliratkozni a modern műszertörténetek feladás, az ott itt megtehetik. Na végre meg azt hittem, hogy megmaradok a feliratkozásról. Bocsánat, az ott, akik nehezen találtak meg, nem találtam üres termet. Valóban, hogy ott a tanár olyan fiatalnak tűnik. Ez fiatal. Há jó, legyen. De most, hogy megtaláltuk egymást, egész évben együtt leszünk majd. Hello. Jó lesz, ez egy rögös út lesz, de kicsit lebarnult. Na mindegy. Nem ígérem, hogy ez lesz az olasz csávó, vagy én nem tudom. Mindegy. Nem ígérem, hogy minden nehézségen nélkül kikerülnek belőle, de abban biztos lehetnek, hogy bölcsebbek lesznek a végére. Mit szólnak hozzá? Csak álmodom, majd tényleg engem bálma, miközben ezt mondja. Na ne bámuljál! Na, szemedbe szúrom ezt. Így. Csak neked itt van a szemed. Biztos csak képződöm, nem vagyok különb a többi lánynál, akik le sem veszik róluk a tekintetüket. Hát jó vagyok! Mekkora kannáim vannak, viccesz? Hallod? Erre ment a diákpénz. Zé. Diákhitelt, erre költöttük. Istenem! Szóval valami hihetetlen mágneses erő vonza a figyelmet felé. Nagyon érti, hogy kedvesen a közönséget. Hát ez fantasztikus. Az első előadásra meg tudják majd a teljes tanév... teljes év tananyagát, bocsánat, egybe raktam a szót csak máshogy. Készülnek fel ezt a specializációt, választják, akkor a művészet minden ágát be kell fogadniuk. Oké, okay. Úgy befogadom. De úgy. Az életfelfogásod is megváltoztatja, ez egy nagyon szép... ezek a szavak. Specializáció az egyetem utolsó évben, gratulálok a választásukhoz. Nagyon lelkesek tűnik a téma iránt, ez ráadásul nagyon érdekesek ígérkezik. Köszönöm a iratkozásra, egyesüljenek kérem szépen. Mindenki nagyon megbabonázott, hát csodálatos. Letakarítom itt a... monitort. Vártam pár percet, hogy a legbuzgóbbak felsorakoznak, majd én is beálltam. Hű, nem kellett sokat várnom, úristen. Japad felszeretett közöladásra? Nem! Igen, azt hiszem, vagyis az, hát ezért vagyok itt. Igen, a bemutatkozás rendkívül érdekes. Érdekesen hangzott. Most én a B-re mentem, nem tudom, az jó-e. -5, anyád! Akkor az át kell választani. Köszönöm, az első napja az egyetemen? Igen, ennyire lassult a filmről, hogy... új vagyok itt. Ne érts félre, az összújoncoknak össze kell tartaniuk. Ez így van. Remélem nem tart nagyon az iskola kezdéstől. Nem, egyetlen nem. Hamar alkalmazkodom az új szituációhoz. Bevallom az életemben, az sokan nagyon megtűnik, mint az eddig jártam. Nem. Hamar alkalmazkodom az új szituációhoz. B.
Megint lejjebb megy, jó lesz az. Na, most följebb ment. Oké, B lesz. Ha elfogadjuk a félelmeinket, azzal már le is győztük őket. Ne aggódjon titokban. Szóval, ja, értem, ennek a csávónak izékkel ilyen kis szendeszűz. Jó, értem. Vágom. Ne aggódjon titokban, odaadom önnek a térképet, amit féltve őrzök a kabácsbenben, hogy ne tűnjenek idiótának. Már nem is érzem annyira egyedül magam. Mit tudom én? Ez megint lemegy. A nem ölt, fölment, hú, de nagyon pro, megint izé leszek. Ennek mondom, gyerekek, a taktika ennél a csávónál szendeszűz. Komolyan. Ennek ilyen elesette izé kell. Hogy két tudja egyszerűen eltévedni. Na, oké. Ami azt is jelenti, hogy együtt könnyebben megtalálunk a helyes utat. Ezzel a labirintus nem fog ki rajtunk. Zseniális. Nekünk kell kijátszani a Minotaurust. Az tökértsége ragályos kisasszony. Király. Na nevét, hogy egy kizégesen a beletkozását kérem. Miharu? Kész is vagyunk. Feliratkozott. Örülök, hogy még egy hallgatóval beült a lista. Kösz. Ajaj. Ahogy már azt mondtam, néhányunknak Sweet Amis Gimi mellett kávézó egy felszokálást keres. Diákunkra érdekli a lehetőség? Felszolgálat nem áll mely munkája, de megnézem, mit ajánlanak. Jaj, köszönöm, pont ilyen munka kell nekem. Nem tudom. Hát... nem az álmai munkája, de jó lesz. B. Nulla. Akkor az átválasszátok. Na. Meglepően kellemes lehet egy ilyen munka, a levőkkel való kapcsolat nagyon fontos, biztos tetszene önnek bideszkedni, segít, ha minél több emberre találkozik. Köszönöm szépen, professzor, egy kicsit később mindenképpen. Mert én igazat mondom, nekem nem az álmai munkája, de jó lesz. De azt szívesen önnél, még időzmet is elvesztettem, miről foglalkoznom kell a többi diákkal is. Szép napot. Cső. Kretén. Na, nekem 0%-ban megmaradt. Jó lesz. Oké, de ti már tudjátok az, hogy mit hogy kell választani. Nem tudtam megállni, ne forduljak vissza, mielőtt elhagyom a termet. A professzor olyan felkeltett az érdeklés, de hogy keltett téged föl? Jaj, ne. Nem kaptam meg a képet. És akkor mi van? Csak most már eltűnt? Akkor mindegy. Ez van. Sprite. Na. Ja. Oh, hello, Melody. Micsoda meglepetés, nem szoktam rá, hogy itt találkozunk. Hát én se. Vizsd de. Én sosem utaztam el innen. Melody, megint összeállna a régi csod. Semmit sem változtál, de hát változott. Ez az. Jó lenne, de nem hiszem, hogy sikerülne ez egykori gémés elközött. Én is úgy hallottam. Mit csinálsz? Te itt visszajöttem, itt folytattam a modern muszik történet tanulmányaimat. Mr. Oh, hoppá. Jaj, bocsánat. Ebben az évben... nem tudom elolvasni. Bocsi, mire kattintottam. Az első alkalom, hogy egy diákot választottak az asszisztensnek. Elég nagy felelősség, olyan... Elég nagy felelősség. Mondom sem kell, hogy Mr. Zay nagyon fontosnak tartja ezt a beosztást. Amit tudsz, amit a neteiről, még mindig itt lakik? Igen, még itt él, nem tudok róla semmit, de nem is érdekel. Komolyan, mi történt? Emlékszem, hogy nagyon odáig voltál érte. Ez az igazság. Nem érdekel, ha lemegy, akkor is az igazság. Dehogy is nagyon tévedsz, csak azért dolgoztunk sokat együtt, mert ő volt a diákkönyvelőnöke, de hamar rájöttem, hogy milyen is valójában. Tényleg? Ezt nem így emlékszem, de... igen, jobban kezdem azokat, akik inkább a jövők miatt aggódnak, mint a bulik és az éjszakai bárok miatt. Azt hiszem, nem olyan a Nathanielről beszélünk. Nathaniel, mit csináltál magaddal? Mert biztos, hogy ugyanarról van szó, majd meglátod, mennem kell, Raya. Raya, akarom mondani, Mr. Zaidér vár. Hogy befejezzük a beiratkozzal kapcsolatos feladatokat. A Raja? Akkor van csávója.
Remélem, hogy addig befejez a tenyémet, és csatlakozom a hozzátok. Szuper! Oké, hát ha. Menza. Kollégium előtere. Jó lesz. Kollégium épülete. Jól néz ki. Egyik része a lányok, a másik a fiúké. Nem keveredhetünk. Azt hiszem, az életemben már nem lesz ilyen szabályok. Hát tévedtem. Hát jó, hogy fel vagyunk, túlfűtött kamaszokról beszélgetünk. Nem mindegy, kampusz, hatalmas nagyon. Tudom, félsz, hogy már nem lehet messze a szobám. Hűha, hogy mennek ezek az akciópontok. Van egy lift, nézzük meg, hogy hol vezet. Erre kéne legyen. Kéne. 719-es szoba. Megvan, de a szobatársam még nincs itt. Alig várom, hogy az a sites gágyi legyen. Kis elsőse leszek, aki majd évközben lelép. Azt hiszem csalódni fog. Ez az egyetlen sem, hogy megszerzem a szekrény másik felét is, de biztos, hogy nem fog beférni minden cucca. Na gyerünk! Tudtam! Sites kácsi. Csak nem már. Azt tudod, hogy eljössz. Telefonál. Azt hiszem, hogy nem halátott meg. Még van egy kis esélyem elsúnyogni. Hagyd a fejembe majd jövő hónapban. Igen, puszi. Mi a fene te? Ez most komoly? Igen, nagyon úgy néz ki. Csit, tudtam. Több mint 3000 vagyunk ezen a kampuszon, de muszáj volt pont kettőnek egy szalajba rakniuk. Elég rendesen, nem gondolod? Azt mondod, hogy azt hiszem, hogy nincs nem választási lehetőségünk. Majd megoldjuk. Igen, hagylak berendezkedni. Már kiválasztottad az ágyad? -10, jó lesz. Nem látszik, már egy óra itt vagyok, meg kellett volna várjalak talán. Nem így értettem. De ezt mondtad. Jó van, hagyjuk. Nem köntöl fel az. Na jó, ha már így jött ki a lépést, tegyünk meg mindent, hogy ezután jobb legyen. Hogy hívna? -15, lejjebb megy. Nem szeretően kedves vagyok, vágom. Hogy hívnak, azt hiszed, hogy a kézzel fogunk bemenni a leadással, és majd köszönöm a Barbie-mat, hogy játszas fele? Értem, szóval ennél meg olyan, mint Castiel bunkónak kell lenni, vágom. Azt mit most mondtam, hagylak, hogy kipakolj, nincs erőm végignézni, értem. Jó, hát őt se fogjuk szeretni ezek szerint. Átöltözöm. Egy is baj. Hát nincs is ruhám. Nincs is picsis pénz. Egy másodperc, ezt meg kell oldanom. Na, itt is vagyok, szóval már akadályokba ütköztem, de megoldottam. Szóval. Már megyek is a kávézóba, már megyek is kávézóba, hát menjek. Hát ez csodálatos, milyen cucc lett rajtam. Nézzük csak, hogy megkapom el a melót. Szóval, jó. Menj a kávézóba, folyosó. Anya kávézó. Kis utca. Ó, szép. Szép, tetszik. Ebben még nem is van, nem is lenne olyan rossz. Ez az első alkalom, hogy ilyet csinálnék.
kávézó. Itt is vagyok. Szép! Na végre! Nagyon-nagyon jó. Tetszik. Ennyi év után. Eddig is ilyen ismerkedtem meg, amit nem ismertem, de ez más helyzet. Itt összegyűlünk. A kezdet kicsit megváltozott, már a nevés sem ugyanaz. Most Cozy Beer kávézónak. Cozy Beer? Oké. Okay. Összegyűlünk egy italra az órák után, Rozel, Alexa, Irissa és a többiekkel. De tiszta, emlékszem, valami nosztalgiaféle orosz szorongatja. Úristen, ne talán nosztalgia ezzel, mert csomót kell beszélni. Idegennek érzem magam, kicsit megrászom a fejem, könnyű, összeedjem magam. Hát jó. Ezt ne most mi arról, csak nem állsz neki bömbölni a jövőbeli munkaid előtt. Szedd össze magad. Vettem pár létezés, gyerünk befelé. Szia, üdvözöllek! Csá! Hova szeretnél, mit hozhatok? Szia, felhasználó pozíció vagyok, végig jelentkezni szeretnék rá. Ó, remek, az első jelentkező, szerencsém van. Teszek fel néhány kérdés, hogy megnézzük, mennyire vagy alkalmas a munkára. Rendben, már is? Dolgoztam már kávézóban? Miért ez, de könnyen tanulok. Jó, hogy bevallottad, meglátod, nem nehéz. Alig várom, hogy kipróbáljam. Mi a legjobb tulajdonságot? Nagyon segítőkész vagyok. Hát akkor lement, anyád! Ez egy jó dolog ebben a szakmában. Akkor anyád. Akkor az át válasszátok. Kedvesség, de az a kedvességkel. Mi az a mahiato? Szoktam élni néha. Rákeresünk. Öcsém! Macchiato! Áú! Macchiato, bocsánat. Hát értem! Aha! Ez lesz, hogy láttam ahelyet. Nekem csak siha mahiát, hó kell! Végül is igen. A kávé jelzetes ízű illatú is. Recept. Nem. Csak recept kell. Oh. Hát, teljes forró csoki magyaró darabokkal és egy kis tejszínhabbal. Ez nem forró csoki. Azt hiszem. Mert ez nem, ez kávé. Tehát, hogy... Hát ez kávé. Ez... A hipsterek teljes kávéja. Jó lesz. ki is cserélem a nevét az étlapom. Össze-vissza beszélek, még jó, hogy itt érti a viccet. Oké. Okay. Ezzel most gondolkoznom kellett. Most szabad megnéznem. Itt a már mahiátó, de az más volt. Na mindegy. Egy jó tanács. A főnök előtt inkább mahiátónak hívt. Remélem nem felejtem el. Van még egy kérdés, vagyis ez inkább egy találós kérdés. Egész is ki a sort. Napi, pincér, érme, meggyes. Mi van? Mi? Napi, pincér, érme, meggyes. Nem értem az összefüggés, de lehet, hogy mondjuk ilyen vadállat. Esernyő? Esernyő! Nem tudom mi. Ugyanis, hogy a következő szó mindig az előtte álló utolsó két betűvel kezd... Ja. A tip! A gyerekek, a tip az bejött. Oké. Okay.
No problem. Csak egyszerű zárós kérdés, hogy leteszteljem a logikád. Ezt meghúztam. Ez tényleg, mint a karakter, hogy... Meghúztam. Hú, azt a úristen. Elfogadom a jelentkezését, de sajnos a főnök most nincs bent. Vissza kell jönnöd. No problem. Akarsz mondani, amit nincs vevő, és egy kis szöntet akartam tartani. Igen, nagyon szívesen. Mit kérsz? Egy vodka Red Bullt. Egy kávét. Hú, húztam már. Én is azt hiszem, foglalj helyet, odakint mindjárt hozom. Köszi. Hát köszi, hát kávézzunk. Köszönöm, mert még be sem mutatkoztam. A nevem Miharu. Remélek, miről az engem... Hyunnak hívnak. Hyun, vagy hogy kell ejteni? És mondd csak, mindegy, Miharu. Még sosem láttalak erre, pedig itt mindenki megfordul. Közösségében nem régóta lehetsz a városban. Gratulálok, Sherlock. Ó. Azt nem mondjuk. Letetlen, nagyon jó érzéket tapintok rá a megoldásokra. A régi vitamin diák vagyok, most visszajöttem, hogy itt fejezem az egyetemet. Ugye, hogy úgy, régen jártam már erre valamilyen színen, tehát újnak szeretesz a város, sokat változott. Biztos te is úgy mondhatjuk, hogy minden új? Mivel már jártál erre fel, biztosan ismered a jó helyeket. Vannak barátaid, lehet, hogy még barátod is. Hát, van egy is barátom, de csak ma reggel érkeztem. Ha ennél a csávónál bejövök. Ennél legalább rendes vagyok. Na jó van. Ahogy ennyire... Annyira vagy, felállom magam, úgy gondolod. Úgy értem, hogy bemutassam neked a várost. Nem beszéltem a... Te pirult! Te cuki! Te cuki! Ezután mind a ketten nevetésben töltünk ki. Egész nap... nem is hát olyan rosszul. Jaj, ne! Nem szerezted meg az illusztrációt. Miért nem? Pedig jól csináltam minden, nem? Akkor kap be! Vissza kell mennem kicsit hosszabb szüntet kell vennem ki, mint kellett volna. Mindent közé itt hagyom az önélt rajzom, számítok rád. Az anyád! Nem fogsz ki rajtam, te! Genyó! Hol a kampusz? Hát nem látok még egy illusztrációt sem. Hát szomorú lettem. Hát jó, a francia már fönt van. Az a pici izé. Egy óra? Te Jézus úristen! Jó. Nem igazán. Hát ez mi durva. Na jó van, mindegy, csak kíváncsi voltam. Egész héten itt lesz Clemens. Igen, a főnök. Ó, rendben, kösz még egyszer. Rozához. Park bejárata. Én a parkon megyek. Park. Ó, de jól néz ki, te úristen. Aha. És arról laktunk aztán meg a szép. Jó. Kösz még egyszer. Még mehetem a szobám. Volt szerencsém találkozni drága tudományi előadónkkal. Igen. De én lehet jobban örültem volna egy koposnak. Na, hogy nem csak veled volt ilyen, mindenkinek jutott a kedvességéből. Ez mennyújtott, végre engem is úgy kezelnek, mint a többieket. Milyen remek. Lesz hatásoddal, mint nekem. Várt kell végét, még lehet, hogy megkapom a kedves kis, akivel összefutottunk folyosan az előbb. Lehetetlen. Sose tudhatod, biztos lehetsz benne. Én kaptam meg. Oh. Akkor nagyon alkotó lebilleszkedést terén első nap, ugye? Tudod, hogy holtam ennyi, de és nem tűnik túl szimpatikusnak. De megkérdezted, hogy nincs lehetőség szabad cserére, gondolod? Megazsad, ha valaki nem jelent meg a szuperiratkozáskor.
Vagy egy vírus halálosan megfertőzött a kolik egyik szárnyát. És belőle el kell őket lakoltatni, a vegyszerűk a többiket, hogy zombivel változik. Soha ne nézd le egy zombi támadást, soha. Ez így van. Azt mondja, hogy ne késlek egy sokat. Ne feledd, hogy egy év elejé megbeszélésük lesz a bejáratnál. Hát ez fantasztikus. Ennyi az a reakciódat, azt hiszem jól tettem, hogy megemlítettem. Köszi, Csani! Megfogadom a tanácsod. Találkozunk a megbeszélésen. És találkozunk a megbeszélésen, kérdezi? Oké, ott leszek. Azt hiszem, jót tenne ez a napját. Véletlenülnek tűnik. Majd megmondom a megbeszélésen. Oké. Okay. Tanulmányi előadó. Könyvtár? Nem. Aula? Azt hiszem termet tévesztettem. Várj, tudnál segíteni? Ezek szerint nem csak én tévedek el. Itt nagyon hatalmas, nem gondolod? Ez mentató már kezdtem egyedül a hülyének érezni magam. Legalább már ezzel is ketten vagyunk. Miben segíthetek? Azt a híres tanulmányra előadót keres, amit a regisztrációkkal forgozott ma reggel. Nem látod véletlen? Ja, őt? Most is nem láttam, hogy ideje dossziékkal a kezével találkoztam. Ah, de jó. Helyett keresett, ahogy szúnyogált egyet, anélkül, hogy bárki szavarná. Vakáció, meg Olaszországgal, amit mondtam én. Igen, akkor itt keresem. Egy nagyon helyes srác már emlékezte. De azt hiszem, megint eltévedtem. Én nagyon helyes. Meleg vagy? Te is. Miért? Igen, azaz. Most, hogy jobban belegondolok, azt hiszem, hogy kötelebb mentetem én előadom, mikor összefutottam vele. Ó, köszi. Nincs mit. Amúgy, Miharu vagyok. Én Morgan. Örülök, hogy találkoztunk. Hát ez fantasztikus. A könyvtár a legjobb annak, aki egy kis nyugalomra vágyik. Szállom, akkor feladom. Itt van. Gyengéden ébresztem föl. Ébresztem vagy ne? Ébresztem vagy ne? Nagyon jó kérdés. Hát jó, tudom én. Ébresztük fel. Valahogy. Ébresztük. Uram. Köhöm. Alulj, kelj már föl. Uram! Juliana? Nem Juliana vagyok, hanem Miharu. Emlékszik rám? Micsoda? Mi? Hol vagyok? Akivel uraik, uram. Ön a tanulmányi előadó. De mit keres maga itt? Sajnálom, hogy megzaváltam, nem akartam gondot okozni, de... Pedig igazán békén hagyhatott volna. Csak emlékezni akartam, hogy az évei megosztás nem sokára kezdődik, nem akartam, hogy lemaradjon róla. Jaj, a tájékoztató. Jaj Istenem, majdnem átaludtam. Még szóval, hogy pont közelben voltam, és nem voltam semmit, csak azért kerestem. Ha már itt vagyunk, ez nagyszerű, köszönöm. Ha mindig mit akar, egy piros pontot, hogy a dicsérő beírás, előző, hogy a szülei bészkék leessenek magára, erőnk szükségem, köszönöm, megkérdezhetem, hogy... na mindegy, végül is jó érzés, hogy végre másért keresnek, mint a kol és a szabadcserék.
igazán értékelem kisasszony, emlékezni fogok magára. Nincs mit, uram. Na, én indulok, és önnek is javaslom, hogy tegyen így. Az ebédlőn lesz, elébédlőben. Rendben, köszönöm. Azt hiszem... Kettestelem, hol a kajálda? Ott volt, a menza. Úgy tűnik, hogy most kezdődött. Atya úristen! Nagyon sokan vannak, már nincs több ülőhely. Se lehet tudni. Láttam, hogy jelenél, és tudom, hogy az él szemezzel. Így is mondhatjuk. Ha jól gondolom, nem sikerült el a terved. Üdvözlöm neked a Antiros Akadémián. Wow! Az egyébként, hogy bemutassanak a lagnak egy kis különleges adás, azért beszélgetnek különböző szakos hallgatókkal, más szakos, akkor lehet, hogy együtt lesznek Rozával. Hallgatom, hogy mit jelent a személyiségfejlesztő előadás? Nem tudom. A. Nekem mindegy. Akkor B. Akkor B. Gyerekek, a B-t választjátok. Akik ott lesznek, azoknak egy plusz lesz bejegyezve az év végén. Minden kedvező alkalmat meg kell ragadni. Szóval nincs hely mindenkinek a teremben, és ezért értékesítőben számít. Nem tetszik mindenkinek. Én tartom az adást, hogy ilyenbe fogom venni a javaslatokat a témákat illetően. Nagyká, jó lett volna Mr. Zaidi tartja, róla nem lett levenni a szemed. Csányi! Te! Nem mondtad, nincs rád semmilyen hatással tekintete. Még engem is kezdett a hideg, amikor ma reggelben léptem a terembe, hogy beiratkozzak. Tényleg van benne valami, akkor ebben egyetértünk. Amúgy sem hittem volna neked, ha nem vallod be. Oké. Okay. Én itt be is fejeztem a tájékoztatót, én inkább egy adásmatos volt, és egy év elejét nem tudom micsoda eligazítás. Na, azt mondja következő. Megküldjem ezt a feladatot a tanárainknak hétfő reggelre. Gyenge taps, megkeresed, de még el kell intézni néhány dolgot, majd utánuktok megyek a később. Persze semmi gond, remek lesz. Nem sokat találkozunk. Nem siet szobába, felmegyek gyorsan sminkel, amíg Rozával találkozunk. Azt hittem gyorsabb voltam nála. Ne nézd már így. Nem fogjuk tudni kikerülni egymást egész évben. Sajnos nem, mégiscsak szobatársak vagyunk. Pedig hidd el nekem, én megtettem mindent, tudom tehetőt, hogy ez változzon. A két kedvenc diákom. Kedvenc, aztán a Mr. Zedének jobb ízlése van. Nagyonak minden diákomnak ezt mondom. És akár nem, hogy ott lesznek az előadásomon. Az előadásán biztos ott, hogy ott lesznek, ez az idegesítő. Nem ez az idegesítő, ja, értem? Mint én. Hallgatom. Ennek lenne nagy csúcsban az embereket kínoszi további szóval. Az első nap egy új helyen mélyben más tud kelteni. Jó lesz. Szóval mégsem akkor. Érik. Jó van. Emlékezzenek a mai, a, bocsánat, de egy M betűt kihagytok, a mai nap pozitív oldalára. Higgyék el, tudom, hogy nem egyszerű, de biztos sikerülni fog. Hónalja alá csapta a táskáját, és maguk minket a jelennel.
Hol van a kollégium? Folyosó. Lenyomtuk a kilincset, de csak kb. 20 cm tudtam kinyitni az ajtót. Úgyhogy amitől nem lehet jobban kinyitni. Jelen ötlete az ácsére jut eszembe. De az ajtót kinyitottam, csak egy nehéz valami nem engedi bejutni. Pedig pár órával ezelőtt még minden rendben volt. Megfeszítem és valamit eltörök, kinyírnak. Mit csináljak? Megfeszítsem. Vagy ne feszítsem. Megfeszítsem, vagy ne feszítsem. Eltörök valamit, akkor kinyír. Melody. Igen. Nem tudom kinyitni, ez furcsa, pedig megtaláltam egy kicsit jobban. Meglógni, mert úgy szászolja a fejlődök az új galaktikusban. Üdvözlésképpen. Ajánlom, hogy próbáld meglutni még egy kicsit, paradicsom szósz földre esik a férdel, csak bemész szabadba, és már mehet is a zuhany alá. Jó. Jaj, ne. Esett a bőröndöm, és minden, ami benne volt a földön, hever. Istenem. Ez a csaj mindent kommentál. Meglöktem őket. A fene vigye el. Nem. Azt mondja. Hát ha így hagyom, akkor kinyifant. Mi sem történt, akkor meg szintén. Biztosan nem lesz jó az á, de azért rányomok. Egyetlen egy szóért kell fizetni, vágod? Csipisz! Megőrült. Ez azért fantasztikusan kezdődik. Befelpőztes újra kisminkeltem magam, kész vagyok. Majd minden rendben jön, ha találkozom Rozzával. Azt sem tudom, hogy hol van ez a fránya bár. A kampusz bárjában. És akkor most... Aha, a gyógyszer lesz, rokozékkel biztos itt lesz. Itt találtál, hála Istennek. Igazán, köszi, pontos igazad, Róza. Bíztam a tájékozódó képességedben. Most egy kicsit megrázta a fél, szóval nem sokat változott. Megyünk? Várj, mondtam, hogy van egy meglepetésem számodra komolyan. Tadám! Alexi! Egy pillanatra rájövök, hogy mennyire hiányzott. Nézzenek csak oda, egy visszatérő. Én... Nem tudom, mit mondjak. Mi van, haragszik, mert nem jelentkeztem.
Ne vágj már ilyen képet, nem szellemet látsz. Anélkül, hogy bármit is mondtam, akkor bevetettem magam. Én hát úgy emlékszem, hogy inkább én voltam az ölelős típus. Bocsi, csak annyira örülök, hogy itt vagy. Nagyon hiányoztál. Te is nekem. Beletúrt a hajamba, mégis régen is mindig ezt csinálta. Lehet, hogy a dolgok nem változnak, te még mindig együtt lógtok, és én végig visszajöttem. Összeáll a szuperbanda! Nem, ő infografikát tanul, hogy videójátékokat készítsen, elég messze van, de fontos családi eseményeken találkozunk. Ó. Negyék elkesedve, jó úton halad. Ne megmenj el, fél, még az is lehet, hogy újra találkoztok, meg szokott minket látogatni, amikor olyan, amikor rájön, hogy van egy családja a videójátékokon kívül. Majd meglátjuk. Nagyon mesélhetek, miről maradtam le. Hát nem sok mindenről, kevés dolog változott. Beszéljünk csak a srácról, akivel ma reggel szafutottunk a kampuszon. Erről nem fogunk ezerszer is beszélni, Roza. Nincs mit mondanom. Ajatt, hogy folytatnánk a témát, mi lenne, ha legközelebb mennénk a... Ó, igen. Mi se tudod... Ti ketten. Egy második meglepetés. Ja, tényleg annyira örülök, hogy újra együtt vagyunk, hogy teljesen kiment a fejemből többi dolog. Már alig kattinthatok egyébként. Priya, te is itt vagy? Úgy tűnik, te vagy az egyetlen, aki elhagytad ezt a várost. Nagyon sok bepótolni valónk van, ha te mondod. De jó, hogy ő is itt van, olyan, mintha újra gimisek lennénk. De valami előbb innánk valamit. Jó ötlet. Üljetek le, hozzok egy körmohítót. Az a felállt készen arra, hogy a pulthoz menjen. Benne vagyok. Látom, rendesen meg akarjátok ünnepelni ezt a napot. Én inkább egy sörrel kezdeném. Egy mojit igazán jó kezdés, hogy szembenézzék ezzel az évvel. Én is egy mojitot kérek, Roza. Azt hittem, hogy itt hagytad a város, annyit költöztél. Költöztetek már. Ahogy látod, én maradtam, de nagyon megszenvedtünk, amikor te elmentél. Azt hiszem, nem kell mondanom, de valakit még jobban megrázott. Tényleg? Igen, tényleg. Mit gondolsz? Egy igazi barátságon nem tesz túl könnyen magát az ember. Csúnyán leléptél, kicsike. Kicsike. Ha néhány dolog nem változik, ahogy látom. Íme az italok, gyerekek. Köszi, anyu. Hát nem tudom. B. Nem igazán, inkább csak mi hárman maradtunk szoros barátságban. A legtöbben másodat követtek, sokan elég messze járnak, egyetemre mások nyakukba vették a világot. Milyen szakra jársz? Történet választottam, modern és napjaink művészete specializál. Aha. Meg se lep a dolog, mert tudtam, hogy Patrix megszerette veled a művészetet. Aha. Úgy néz ki, hogy jól indul az éved. Hát... Igen. Jeleni. Akkor a Csanit megvédted? Igen, róla. Gondolom, nagyon boldog vagy. Hát, olyan boldog vagyok, hogy ezt hiszed. Még az is lehet, hogy Dulmara ítélkeztünk, és a végén minden rendbe jön. Jól teszed, hogy pozitívan állsz a dolgokhoz. Ha idegesít, akkor majd jól elbánunk vele. Szegény. Lehet, hogy arra mégse kerül majd sor. Ó, csináltunk már rosszabbat is gimi alatt. Egyet se félj, abban az épületben leszek, ami a Koli mellett van. Ha már nem bírsz vele, majd átjövök, és felmondom neki az alkotmányokat. Attól biztos elalszik.
Kegyes, de hatékony, elhiheted. Elmesélt. Egymás mögé álltak, oké. Vizsgák. Már a gondolata is kiráz a hideg. Az utolsó éve nem hibázhatom el. Sziasztok, remélem nem késtem el. Melody! Sokan leszünk. Nyilagom, jó, van elég hely mindenkinek. Jé! Én nagyon kevesít iszom, de miattan ne zavarosítok magatokat. Én sem iszom, inkább vért szívok, ugye értitek? Ez a csaj nagyon... Ezek a fejek! Ez nagyon jó! Ez tetszik. 17 akciópont. Ez az. Mindig is erre vágytam. Csak vicc volt, ha az emberek azt hiszik, hogy tisztában vagyok, csak azért, mert feketébe öltözök, azért néha kicsit túlzásra tudok esni. Nagyon jó humorod van. Jó téged újra látni, Csani. Gyertek, lányok, üljetek le. Volt időd megnézni a szobád? Igen, de még nem találkoztam szobatásommal, lehet, hogy láthatatlan. Ajaj. Pont ez kéne neked, Miharu, egy láthatatlan lakótárs. Igen, ez igazán nagyon kedves. Milyen szerencsés vagy, ha bevallom, kicsit egyedül érzem magam a szobában, ki kell díszítsem egy kicsit, akkor biztosan jobb lesz. Egyedül van egy szobában? Már nem tudok többet kattintani, de... Megőrülök. Hát ez kicsesztés. Megőrülök. No. Szóval, akkor, ott tartottam, hogy igen, ahogy már mondtam, Mr. Zedi asszisztens vagyok, egy nagy íróasztalra van szükségem, hogy jól végezze a munkám, így nem volt más választásunk, mint egyedül tenni egy szobába. Figyelj, te is koliban laksz? Nincs más megoldás. Igen, ez így is van, de ez egy jó ügyet szolgál. Csak nem hagyhatják szegény Mr. Zaid asszisztenst nélkül. Azt hiszem, jaj igen szegény, biztos nem tudna Melody nélkül boldogulni. Te most gúnyolodsz velem? Á, csak egy kicsit. De úgy is csak vicceltem. Te is a mi csoportunkba jársz? Természetesen az egyedeset vetted fel, úgy tűnik, hogy ebben az évben nagyon sokat, nagyon sokan leszünk. Igen, de ne aggódj, majd meghúzom magam, nem foglalok el sok helyet. Igen, a státusz biztos azt sugallja, hogy hozzáférésem van ezekhez a kiváltságokhoz, de sajnos nem tettek érted semmit. De érted sok mindent, Miharu. Hát nem baj, majd megszokom. Ne félj, majd lehet, hogy később lesz lehetőség szobát váltani. Csani, a fekete stílusod minden sokkal mosolygosabb, mint Melody. Itt az ideje, hogy feldobni valami könnyebb témát. Na gyerünk! Ezt a kört én fizetem. Na. Szóval... ott tartottam, hogy... Volt egy kis probléma a... felvétellel, és... Hát a napi nap nem tudtam befejezni, itt tartottam. Szóval, gyerünk, ezt a költ én fizetem. Tehát az a lényege, hogy próbálkoztam aztán utána olvasni egy-két dolognak. És ugye, hogyha Priánál akarunk ugye bejönni, akkor na ezt a költ én fizetemre kell menni. És akkor... Ez kedves tőled. Meg stb. Na, oké. Köszi, ez kedves tőled. Azt mondja, szó sincs róla, olyan jó téged újra látni, maradj csak a fenekedem, majd én állom ezt a turnét. Ó, köszi. Két AP, mert hogy csak úgy jó legyen. Rám kacsintott? Aha. Egy fura jellem, akit ha szeretsz, ha nem, mély benyomást. Csász rá, jaj, ne. Nem szeret az illusztrációt. Hát igen.
három képet lehet megszerezni ebbe az epizódba, de nem tudom, még az a három, milyen az a három kép. Igazából ahhoz, hogy ezeket megszerezd, most utána olvastam, tökéletesen kell megválaszolni azokat a bizonyos kis kérdéseket, választásokat, ugye, ahogy eddig. Csak itt most pontosan mindent úgy kell, tehát hiába van jó ruhád. Tehát ez most lényegtelen. De meg fogom osztani, melyikre kellett volna menni egyébként. Ennyire hiányoztak. Minden oké. Igen. Igen, bocs, csak kicsit elkalandoztak a gondolataim. Alex mondta, egy kicsit későre ideje lenne hazamenni. Ha, ja. Nagypapa lett. Azt hiszem, elfelejtettünk megemlíteni. He. Elkapom, miért egy este, egy héten szeretek korán ágyba bújni. Ne haragudj, ezen meglepő. Máshoz vagyunk hozzászokva részedről. Jó lenne lefeküdni. Azt, ahogy vonja ezeket az akciópontokat! Bej! Még szerencsé, hogy Miharu a józan és szava. Ennyi! Ha jobban belegondolok, egyre kevésbé van kedvem ehhez a szerephez. Van még időnk mindezt utoljára. Mi? Újra átél? Nem tudok beszélni, most már reggel van még. Hiszen egy egész évvel mögöttünk... minden esetben nagyon örülök, hogy újra kezdtük. Nagyon boldog vagyok, hogy megint egymást találtunk. Király! Ha megríkadtatok. Kijárat felé. Nagyon csillogott a szem, nem szóltam egy szót se. Hát akkor menjünk. Ez tök jó volt, kár, hogy ilyen hamar vége. Hát ja. Viccelsz, ugye te akartál? Holnap is megismételhetjük. Még egy jó ötlet, elvégre nem kezdett az év egy félig üres szekrénnyel. Ez a beszéd. Olvasolok gondolataimban. Akkor holnap találkozunk. Jaj, most előre félek, hogy hazamegyek és a lakotásom ki fog nyifantani, de jó. Este kirúgtam a hámból, dolgoznom kell az órák előkészítésén. Hát közben meghívás, de az én szekrényem már így is tele van. Talán legközelebb. Nagy kár. Nekem már van programom, menjetek nélkülem. Nem baj, csak hárman leszünk, mint a régi szép időkben. Én erre megyek. Nem a kampusz felé jössz? Ma este nem. Rám kacsintott. Nekem erre van haza. Jó, mindenki menjen már! Megyek veled! Ez a sok pár beszéd felcsesz. Nem, egy másik buliba vagyok hivatalosan, bocsi. Nekem is van még dolgom, hétfőn találkozunk. Sokat dolgozom, jó ét, örömvényezzem magatok. Menjetek már! Komolyan mondtam, hogy idegesít! Jó, jó lett volna, ha valaki elkísér, de mindenki más irányba indult. Térj vissza a kampuszra. Ez nekem nem tetszik. Mi nem tetszik? Hely, édes, biztos nagyon fázol. Nem akarod, hogy elkísérjünk? Na gyere! Szétverlek. Ne idegesítsél reggel. Most itt este van, de akkor is. Bizony nem egyedül hazamenni. Ez nem néz ki, a két ittas alakon nincs senki más az utcán. Köszönöm uraim, de nem lesz semmi gond, közel lakom. Köszönöm uraim, igazán nincs mit, kisasszony. Értem. Még egy jó indok, hogy ne hagyjunk egyedül elmenni. Urak vagyunk, úgyhogy elkísérünk a kapudig. Ah, Istenem! Az egyik megküld is mögém állt, és a másik elől. Átáll az utat. Ha kiabálok, lehet, hogy valaki meghal. Kiabál a halál! Letépem az arcukat! Nem tényleg, ragaszkodom hozzá, hogy megoldjam egyedül. Nem tudsz magabiztosnak, nem akarom, hogy bármi bajod essen. Hol is laksz valójában? Csak nem egy boxert tart a kezében. Ha valami... A franc csak fog sikítani, hát szétverem! Fél nem akarok balhét, csak hagyjátok hazamenni. Nincs itt szó balhéról, csak egy kellemes, feltétlen éjszakát szeretnénk eltölteni. Téged ez nem érdekel? Hát gecire nem. Nem akarok... nem akarlak leszólni róla... hatosan a telefonomat. Egyben nem nyúlnék a telefonhoz, nem kell ide több ember, el leszünk mi hármasban is. Pedig minél többen jobban szórakozunk.
anyád, mert nincs egy olyan C lehetőség, hogy szétrugom az arcod, barom. Faluról jöttem, széttipem az arcod. Akár boxer, akár nem hallod. Ki? Vagy csak én vagyok ilyen harci kakas? Na jó, oké. Okay. Pedig minél többen jobban szórakozunk. Meg sem próbáltam elérni, most hagyjatok elmenni. Szerintem tök mindegy. Jó lesz. Ki akartam kérni az asztal, még előttem volt, megfogta a kezem. Anyádat fogdosd! Meg azt a Teheránit. Nincs más választásom, mint sikítani, remélem valaki meghal. Beletérlek az intim szférájába! Istenem, hát úgy beletérlek az intim szférájába, felemeltem a térdem, de a srác jól kivédte. Nagyon halt és a kis cica, anyád! Hagyd el magad! Kicsike, aj, fú. Miért pont az intim rész? Abban az se rossz, de így vannak karmaim. Szétkarmolom mindent. Na! Hagyjatok békén! Te meg ki vagy? Hagyd békén most rögtön. Bocsi haver, nem ismertelek meg. Jó van, na, már itt se vagyunk. Felrobbanok, akarom lenni. Akartam lenni, de is remeg minden porcikám. Remélem, hogy ez a harmadik alak nem akar. Jó vagy, nem esett bajod? Nem, semmi bajom, majd elmúlik. Várjunk csak. Tudod? A nevem? Miharu? Én vagyok az. Nathaniel? Egy képet csak sikerült szerezni a négyből, azt hiszem. Négy van. Igen, négy van. Négy van! Négy! Négy. Oké. Okay. Király! Na, azt hiszem szívem kiadott a gyűjtést. Nem hiszek a szememnek. Ez nem lehet ő. Epizód vége. És el is belement 200 akciópontba. Jó. Hát jó. Nem kezdem el a következő epizódot, az majd még gyűjtök rá akciópontot. Venni annyira nem akarok. Úgyhogy meg elérem az 1000-et, addig szerintem kicsit váratni fog magára. Az nem olyan sok idő. És ugye kétel leszek utána egy picit rákölteni. Ugyanis már csak 1000-ig lehet AP-t gyűjteni. És kb. 1500-ba kerül az epizód. Kb. Ja. Úgyhogy... ja. Na mindegy. Az őszinte véleményem erről a csodálatos... Köszönöm. Szóval az őszinte véleményem a csodálatos játékról. Hát, azt kell, hogy meg kell valljam, hogy nem rossz, ez tény. Nagyon tetszenek az animációk, az effektek, a különböző ilyen, a karaktereknek mozgásai, a rajzok. Teljesen, tényleg nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Viszont azért hozzá kell tennem, hogy ez az AP rendszer, ami most az új, ez egy... Nem. Nem tudok már mit hozzászólni konkrétan. Nagyon csúnyát mondtam volna az előbb, próbáltam nem kimondani. De ez undorító. Tehát az, hogy még rendben van, megbarátkozom azzal, hogy mondatonként kell fizetni. Oké, legyen. Oké. De akkor legalább ne legyen ez az 1000-es minimál. Mert ez, és egyszerűen ez hihetetlen. Tehát akkor ne legyen minimál. Vagy legyen 2000. Mert akkor 2000-ből legalább egy nyambat epizódot ki tudsz vinni. Legalább. De nem az, hogy a felét. Vagy a háromnegyedét. Vagy mit tudom én, ennél szerintem lesznek bonyolultabb epizódok is. Úgyhogy így egyszerűen, tehát szerintem ez nonsens. Úgyhogy
Ez az egyik. A másik, hogy vannak olyan részek, ahol nem is beszél a karakterünk, csak rá kell nyomni azt, hogy következő, következő, következő. És a következő, tehát az nem is mond, tehát az nem is egy dialógus, az nem is mondat. Tehát, és azért is fizetni kell 2 apét. Miért? Ez hülyeség. Tehát az rendben van, hogy ne cseszel egy egész hetet, hogy keresel egy bizonyos karaktert, mert ez gusztustalan volt. De az, hogy minden egyes 10 centiméterért 2 apét kell fizetni, és meg van korlátozva 1000-re, az egyszerűen gusztustalan. Tehát, hogy akkor ne legyen tehát leminimalizálva az, hogy csak 1000 apéd lehet, hanem akkor igenis legyen, mit tudom én, 2000, amiből egy epizódot ki tudsz játszani. Vagy ne fizessél, tehát legalább akkor nem emeljék fel, aki 1000-et, mondjuk 2000-re, és az, hogy a következők, meg mit tudom én ért, akkor ne kelljen fizetni. Vagy akkor emeljék fel 2500-ra, és akkor a következőket is fizetünk. Tehát a lenyomásokért. Mert ez így nagyon-nagyon ótvargáz. Tehát ez így... Ez nem. Ja, és a napi $5, hát ez... Mikor lesz nekem 1000 belőle? Én úgy elköltöttem azon a vásáron a másik epizódba, tehát a gimis részbe, mint az állat. És kételem, a videóban is láthatok, kételem voltam tegnap, az már tegnap volt nekem, legalábbis most, vásárolni. Mert ez nonsense. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem tudnám megfizetni, mert 500 forintot lazán tudok fizetni. Most menjünk be a városba. Teljesen más lett a város, ezt tényleg nagyon szép aláírom. Ez még nem tudom, itt micsoda az itt a bal oldalt, de majd biztos, hogy lesz dolog. Ugye a butik, fórum, és a bank. Hát a bank nem hiába ilyen óriási. Nyilván. Kollégium, egyetem, gimi. És át lett visszamenni a gimibe. Na, a bank. Tehát. Ahhoz, hogy most nektek be tudjam mutatni, be tudjam fejezni ezt az epizódot, tegnap vásároltam dollárból 100 darabot. 100 dollárt. 500 forint. És illetve az, hogy az akciópontjaim, tehát volt 800 valamennyi, nem, 9, mennyi volt? 900? Már nem emlékszem tegnap mennyi volt, már visszanézem. Szóval 900 valamennyi akciópontom volt. Majdnem 1000. Fogjuk rá. De ahhoz nekem még pluszba, még tegnap vásárolni kellett még 750-et, ahhoz, hogy be tudjam nektek mutatni, a 750 plusz 75, szóval 800, kerekítsünk, 825, de mindegy. És így, mi? És 3500 forintot elköltöttem azért, hogy nektek ezt be tudjam mutatni. Persze, nem ez zavar, tehát 3500 forint, az nem... Tehát, többet költök sok-sok hülyeségre egyébként. De ha valaki nem tudja megfizetni, mert nagyon sokan vagyunk, akik nem, és én se akarok költeni erre a játékra, tehát nem azt mondom, hogy soha, vagy valami, mert szívesen költök rátok, hogy meg tudjátok nézni, most már szedtem le egy... Találtam egy fórumot franciául, ahol mutatom. Régebben ez a Mike and the Love on, ugye itt vannak a guide-ok. Az, hogy... most nem tudom, most mi történt, meghalt ez a Mike and the Love? Lehet. Hú, már rég nem használtam. Na mindegy. Tehát az lényeg, hogy volt egy fórum, franciául, ahol rajta vannak a helyes válaszok. És azokat én most már megtaláltam, a következő epizódot most már tudom onnan nektek, hogy mi a jó, mi a nem. Persze itt is egyből mutattam, hogy mi a jó, mi a nem. Például... gurítok. Ugye az elején ugye Mr. Z-nek ugye... fel szeretne iratkozni, és akkor ott akkor az át kell választani. Igen, hát lényegében azért vagyok itt, hogy beiratkozzak, akkor az át választod. És akkor feltesz egy kérdést, hogy mit tudom én, hogy... De nem is kérdés, hogy az, hogy a csodás varázsolja a tárgyakat, meg bla bla bla. Ott a B-t kell, mert az Oscar Wilde mondta. Találtam ezt az oldalt. És akkor az, hogy
részt szeretne venni az óráim, amikor kérdezi. És akkor nem a B-t, én a B-t választottam itt, de mondjuk a plusz 10-et fog adni, hogyha az A-t választjátok, hogy készen állok megváltoztatni az életfelfogásomat, ahogy önfogalmazod, bla bla bla. Tehát elég sok-sok mindent, de ez ugye a játék közben is kiderült, hogy nem jól választottam, ment le a mérőre, mindegy. Szóval találtam egy ilyen oldalt, míg a kettes rész az nem teljesen itt van fönt, de nem rossz. Úgyhogy három, tudjátok, mint megmutatom nektek, van egy magyar oldal, azt is itt behúzom ide, megkeresem. És ugye lent a leírásba rá klikkeltek, akkor ott is tudtok majd, meg tudtok nézni. Jaj, ezt nem így terveztem. Hopsz, így. Na, ez a magyar oldal. Be fogom klikkelni, egyébként itt is látjátok, hogy mi az, Élet a kampuszom. Itt is van a második epizód, egyébként fönt van. Tehát ez is egy külföldi oldalról lett véve. Szerintem, aki ezt csinálta az oldalt, nagyon-nagyon hasznos, hogy megcsinálta, úgyhogy én, mint Miharu, köszönöm neki, és szerintem majd ti is megköszönitek. Ugyanazok vannak ezen az oldalon, amit én olvastam franciául. Teljes mértékben ugyanaz. Egy pici hiányossággal, de egyébként teljesen ugye benne vannak a megfelelő válaszok hozzá, hogy mi, ja nem lehetek szó, mi a plusz, ugye 5-10, Oscar Wilde, stb. És ugye a lent ugye minden itt van, spoiler, igen, ezt a három képet lehetett volna megszerezni, nekem csak egy Nathaniel sikerült. Mindegy, no problem, annyira saját választaim alapján mentem, tehát nem annyira bánom. Mondjuk egy, ő valószínűleg, valószínűsíthető, hogy hát, hogy ő egy ilyen perverz, hát ő meg nem tudom, csokiban mártott kis kínai, ásjai, bocsánat, ő meg hát Priya. Parti Priya. Úgyhogy... És Nathaniel. Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a rész. Aztán kicsit, picit még gyűjtök, és jön a... Itt van a második, rákattintotok itt a másodikra, akkor itt is. Ha valaki tovább szeretne haladni, vagy már tovább haladt, mint én, még nagyon frissül írja is a kedves bloggerünk. De itt is vannak már teljesen jó, ugye... dolgok, ugye még itt nem is írja, hogy itt melyik lenne, ez az, hogy semleges, az azt jelenti, ugye ez itt plusz 5, tehát még jelenleg még frissül, Nipola, örülök, hogy itt voltál, tök jó, na, hát köszönjük neki. Úgyhogy még frissül, mondom, hogy én majd nézem azon a másik oldalon, úgyhogy szerintem ti használjátok ezt, mert ezt szerintem teljesen jó lesz mindenki számára. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, és hát... Nem tetszik annyira ez a új rendszer, hát most ezt kell szeretni, remélem, hogy majd... micsoda? Első epizód? 16%? Igen, egyébként újra lehet játszani, de nincs az az Isten, hogy még ide újra kattingassak mindent, csak a képek miatt, tehát nincs az az ég, hogy én most itt még 6000-et így csettintésre eljátszogassak, mert azért kicsit azért az már, azt már 6000 forintot azért már éreznék, ha vennék egy jó cipőt. Na mindegy. A lényeg az, hogy végül is kifizettük a melműtétet a biztos a karakterünknek, és még sok mindenki másnak. Azon kívül ez a játék leakasztott a mennyezetről, úgyhogy teljes mértékben rendben van. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!